A legtöbben a tényeket eltorzítják, mert többet látnak bennük, mint ami a valóságban van, mások pedig nem értékelik őket eléggé, ezért kevesebbet látnak bennük. Jobban járna mindenki, ha azt látná, ami van. A tényeknek örülni kell, mert azokból tudsz építkezni, sokkal jobb, hogyha azt látod, ami van, és arra építkezel, mint hogyha a vágyad szerint kialakítasz magadnak valamilyen világot, és ezt a világot úgy kergeted, hogy gyakorlatilag megfosztottad magadat attól, hogy van esélyed el is érni őket. Tehát a tények nem azért fontosak, mert tudni fogod belőlük, hogy mi lesz, hanem azért, hogy tudjál építkezni. Csak azokból a téglákból tudsz építkezni, amelyek a kezedbe vannak, és megfoghatóak, és ismert a méretük. Gondolj bele, hogyha egy házat építesz, és meglátod a téglát, és úgy gondolod róla, hogy az fa. Teljesen más szerszámmal kell az egyiket és a másikat megmunkálni, tehát eleve kudarcra van ítélve az, hogy egyáltalán felkészülj a feladatra. A valóságot ezért annak az embernek a szemével kell látni, amelyik két lábon jár a Földön. Nem arról beszélek, hogy ne álmodozzunk vagy tervezzünk. A valóságra tudsz építeni valós perspektívák. A perspektívák nem tények, hanem a tényeken alapuló lehetőségek. Igenis, van variáció abban, hogy mit fogunk csinálni, de ez nem változtat azon, ami éppen van. Azt se felejtsük el egyébként, hogy amit látunk, az valaminek az okán keletkezett, tehát akkor is, hogyha tisztán látjuk, még nem tudjuk, hogy ez pontosan mit jelent. A tényeknek több jelentése lehet. Ez csak azért van, mert minden információ egy másik információval kiegészítve teljesen más jelentést kap. Így a tények, amiket éppen látsz, teljesen más jelentenek, mint ami a valóságban van. Ez az egész téma azért jutott eszembe, mert egy ismerősöm meg szeretne hódítani egy lányt. Kapcsolatba lépett ezzel a lányal, és van különböző kommunikáció, és a kommunikáció során ő feltételez valamilyen olyan jövőt, ami nem biztos, hogy létezik. Ahogy kommunikálnak, és amilyen információkat szerzett a lányról, az úgy értelmezi, amilyen vágyai vannak, tehát teljesen átfogalmazza. Én senkinek nem javaslom ezt az utat, mert ez önállítás. Sokkal jobb lenne, hogyha meglátjuk, hogy mi van a valóságban, tehát akkor is, hogyha ez egy szomorú tény, hogy hát nem igazán érdeklődik az a lány irántunk. Na ettől ne ijedjél meg, mert ez csak egy pillanatnyi állapot. Először a tényeket lásd úgy, ahogy vannak. Semmit ne torzítsál rajtuk, minden az, ami van. Másodjára a tényekből kezdjél építeni perspektívát, tehát lehetőségeket, de szorítkozzál arra, hogy mi a valóság. A harmadrészt jelenjenek meg az álmaid, és az álmaidhoz kezd hozzáigazítani a perspektívákat. Itt állj meg, mert most kell stratégiát építeni, tehát kialakítani egy olyan utat, amelyel eljutsz az álmaid szerinti valóságból, a valós valóságba. Na, ha ez bonyolult volt, így akkor konkrétizálom. Megszólítod a lányt, és a lány visszaköszön kedvesem. Ez nem jelenti azt, hogy tetszen neki, ez csak annyit jelent, hogy ő kedves. Tehát ennyit vegyél bele, és semmi többet. Tartsd magad ahhoz, amit szeretnél csinálni, tehát legyen egy terved, hogy hogyan közeledsz hozzá, mi a közlendőd, ami majd neki tetszeni fog valószínűleg. Legyél rugalmas, mert amit elképzeltél, hogy mit mondasz neki, az nem biztos, hogy tetszik. Tehát figyeld a reakciókat, és a reakciók alapján apró megoldásokat eszközöljél, amelyből meglátod az újabb reakciókat, és így megvilágosítik előtted egy olyan út, ami hozzá vezet. Aztán a lány nem ír vissza, te meg elszomorosz, hogy valószínűleg itt nagyon nagy baj van, te nem tetszel neki. Az tény, hogy a lányoknak tetszel, akkor akármilyen hülyeséget mondhatsz nekik, ők akkor is újongani fognak, hogy jó, de jó, itt van végre egy igazi férfi, aki milyen jó és frappás ötletekkel áll elő, és mennyire jól tud beszélni, milyen jó pofa és mennyire vicces. Nyilván, a tetsz, neki, akkor sokkal könnyebb dolgod van, de ne foglalkozz azzal akkor sem, ha könnyebb dolgod van, és akkor sem, ha nincsen, hanem ugyanúgy menjél tovább, figyeld a reakciókat, legyen terved, ne előrelásá egy lépéssel, hanem legalább három-négy lépéssel járja előrébb, mint ő. csak élvezni akarja életet, vidám akar lenni, ezt kell kielégíteni, tehát ezek szerint lépkedj, és ne a tények szerint. Ez is tény, csak ez egy olyan tény, amit csak a háttérben kell tartani, hogy nem mindig igaz, de nagyon sokszor igen. Szóval általában nem az a baj, hogy nem tetszel a másiknak, vagy nem válaszol, vagy olyat válaszol, ami nem tetszik neked, hanem az, hogy nem vagy felkészülve, és nem tudod, hogy mit akarsz mondani, te magad sem. Vagy ha tudod, akkor nagyon kötötten kezeled ezt az egészet, nem engedsz belőle, és akármit válaszolsz, akkor is végigviszed azt a stratégiát, de az nem mindig célra vezető, mert nem biztos, hogy az az ember, az a személyiség vevő arra, amit te szeretné mondani. Itt csak arra hívnám fel a figyelmedet, hogyha megjátszod a személyiségedet egy olyanra, amiről úgy gondolod, hogy tetszik majd neki, ez általában nem szokott működni. Legyél az, aki vagy, és ebből indulj ki, mert hosszú távon ez jelenti majd azt, hogy szeretni fog, kedvelni fog, Fog. Ez nem csak a csajozásról, hanem pontosan ugyanazt kell csinálni egy tárgyaláson, a tárgyalás technikának ez egy fontos eleme. Személy szerint én nem ugrok rá olyan dolgokra, ami nem eleve az enyém, tehát hagyom azt, hogy megjelenek azok a dolgok körülöttem, amelyeket könnyen lehet járni. Ez nem jelenti azt, hogy keveset csinálok, hanem azt jelenti, hogy nagyon sok olyat csinálok, amelyek könnyen lehet járni, tehát végül is nehéz az út, de sok mindent lehet elérni. Nem koncentrálok egyetlen lehetetlen dologra, ami elveszi a lehetőséget minden más lehetségestől. Az élet viszont hoz olyan szituációkat, amelyekben nem igazán tudsz választani, mert meg kell oldjad. Ilyenek lehetnek például akkor, amikor a gyerekeddel foglalkozol, a családdal, a karriereddel, a munkáddal, valami olyan probléma áll eléd, ami megoldhatatlannak tűnik, viszont ha nem tudod megoldani, az eddigi munkát kárba veszhet. Ilyenkor a járatlan utat is elkezdem taposni, hogy eljussak abba a célba, ahova el kell jutnom. Tehát nem el szeretnék jutni, lehet, hogy el is szeretnék jutni, de mindenképpen fontos, hogy el kell jutnom, mert az a véleményem, hogy nincsen lehetetlen, mindig létezik valamilyen út, csak lehet, hogy az nem egyenesen odavisz, hanem egy nagy kerülővel össze-vissza jutsz el, és ez jelenti majd a legrövidebb utat. Tehát a tényeket tisztelni kell, meg kell érteni, legyen perspektívája ezeknek a tényeknek, és csinálj stratégiát, hogy valamelyik perspektívából legyen valóság. Soha nem a tényektől függ a sorsod, hanem a lépéseitől.